Világbajnokság után, olimpia előtt a mai hosszabbításban Csell Gáncs, a stúdiónk vendégei Ungvári Miklós és Ungvári Attila. Sziasztok fiúk, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Üdvözlő. Beszéljünk akkor először erről a világbajnokságról, a budapesti judo VB-ről, és Miki, akkor én arra kérlek, hogy kezdjük akkor veled. Hogyan gondolsz vissza erre a hazai rendezésű világbajnokságra, ami már nem is tudom, hanyadik VB-t volt? Nagyon-nagyon sokat. Nekem tizenakárhányadik világbajnokságon volt ez, de hogy visszagondolva az egész. Hát, több mint egy hét, 11 nap eseményeire. Ugye már 6-án kezdődött, és egy csapatbajnoksággal zárult vasárnap. Én fantasztikus napokat tudok magam ott mögött. Egy fantasztikus hazai rendezésű világbajnokságot tudhatunk le. Én azt gondolom, mindenben voltak extra új dolgok, amiket most mind itt a hazánkban próbáltak ki először, és ha az érmek nem is azt mutatják, hogy mi rendeztük ezt a világbajnokságot, mert egy picit azért lehetett volna eredményesebb talán ez a világbajnokság, egy érem és 2 hetedik helyen, de ennek ellenére, hogy tényleg mindent leszámítva azt mondom, hogy egy impozáns, egy nagyon jó éreztem magam. Nem tudtam elképzelni először, hogy ez a 10x nap hogy fog eltelni, már mi beköltöztünk 4-én ugye a VB-t meg előző 2 nappal hamarabb. Először úgy voltam, hogy ezt a majdnem két hetet hogy fogom kibírni ebbe a buborékba, ugye nincs akkora mozgásterünk, hátul a Stadion Hotel hátra mögött tudtunk járni-kelni, de ennek ellenére, amikor elindult a judo nap, minden nap én úgy voltam, amikor úgy szívtam magamba az egész judót, hogy a pihenőben sem nagyon mentem vissza a hotelbe, ott járkáltam lenne a Paplászló Arénába, és csodáltam, hogy milyen fantasztikus képeket, VB-t varázsoltak ide nekünk a szervezők, a rendezők. A Hősök terét oda tették a Lánchíd mellé, vagy a Lánchíd a Hősök teré, ez is egyedi volt. És hát ahogy bejöttek a versenyzők erre a világbajnokságra, az is fantasztikus volt. Hát jó lett volna megélni ezt belőle, amikor a Final Blockba tényleg egymással szembe a híd két oldalán jön be a két versenyző. Szóval tényleg én azt mondom, hogy mind itt az öcsém részéről lehetett volna. Én azt hittem, hogy még előkelőbb helyen tud végezni a utolsó kvalifikációs verseny, ami egyben világbajnokság is, a ranglista számításban. Most ugye 13. 14. helyen áll jelenleg. Én azt gondoltam, hogy lehet, hogy beverekszi magát akár a legjobb 8-ba, és akár kiemelt helyet is foglalhat magának. Ha azt a formáját hozta volna, mondjuk, amit Kazanyban, szerintem az elérhető cél lett volna. Hát ugye nem egy egyszerű sorsolás itt a oroszok kiválósága, olimpiai bajnok Karmozev ebbe megakadályozta, de ennek ellenére tényleg egy kiélezett mérkőzést tudhat maga után ő is. Tényleg most nem akarok még kiemelni embereket, de azt gondolom, hogy volt ebbe a csapatban. Talán egy picit jobban érezhettük volna, hogy igen, itthon vagyunk. Igen, erről majd szeretnélek is kérdezni titeket, viláskodásról. Számomra kívülállóként, laikusként azért voltak érdekes történések és döntések, veled kapcsolatban is egyébként. És akkor még egy picit rólad, Miki. Most szerdán délelőtt rögzítjük ezt a beszélgetést. Este 6-kor lesz hivatalos az, most már, ha minden igaz, véglegesen, hogy hogyan is áll össze az olimpiai mezőny Tokióra. Neked jelen állás szerint, de én még mindig nem adtam fel a reményt, úgy néz ki, hogy most egy hajszányira voltál tőle. 5 meccs, 3 győzelem, 2 vereség. Főleg az a 4 közéjutásért volt nekem, például a bíráskodás szempontjából is érdekes. Ez sokan azt mondják, hogy érdekes, hogy egy fantasztikus küzdelmet láthattak, nem csak magyarok, mi ungvári szimpatizánsok vagy szurkolók, hanem tényleg a grúz versenyzők, vezetők, és nagyon sokan örültek, hogy hú, gratulálom, fantasztikus mérkőzést láthattunk. Ugye megismétlődött a közel 10 éve zajló olimpiai döntő ezen a napon, és mondták azt, hogy nem, hogy gyengültünk volna, hanem följöttünk, egy még impozánsabb, egy még jobb mérkőzést tudtunk produkálni, mutatni. Tényleg ott a kőkemény, ez a verekedés bunyó volt már a végén. Tényleg kinéztem az edzőmre, sokszor nem láttam, csak az, hogy valami tühölt, és teljesen le volt húzva az a bizonyos függöny, csak azt látom, hogy mondom, oké, megyek, de csak így kinéztem, és egyből Hajime, egyből a pofon. De hát az élet csataterén mind a győzelmeinkből, mind a vereségeinkből fejlődésünk mosolyog vissza ránk. Szóval én ezt így tekintek erre az egészre. Nem néztem még vissza a mérkőzést, majd egy picit hagyülepedjen a dolog. Nyilván nagyon sok minden benne van, többek között itt a sógornőm, öcsémnek a barátnője, a portugál, már kiszámolta a VB előtt, és tényleg sokat segítette ez nekem, hogy ebbe az egy napba tegyem bele az elmúlt több mint 30 évet. Próbáltam bele sűríteni, ha azt mondják,
vagy azt mondott te előtt, esetleg a VB-t megelőzően beszélgetünk itt, és azt mondod, hogy hetedik lesz a világbajnokságon, akkor lehet, hogy aláírom, bár ők azt mondták abban, amikor beszélgettünk abban a percben, hogy kellene egy ötödik hely, de aztán egyre kicsúsztam volna ebből a kontinentális kvótából. A cserélődtek az emberek, elég magasra felszögött ennek a kontinentális kvótának is a pontszáma, ilyen több ezer pont kellett volna már ahhoz is, szóval lehet, hogy nem lett volna még elég az a bizonyos egy mérkőzés, amit így utólag még nem számogattam, de benne lehetett volna akár még az érem szerzés is. De négy olimpia az már zsebben van, azt tuti. Elképzelhető, hogy most ez az ötödik, nagyobb valószínűsége talán, hogy nem, de én még mindig nem temettem ezt az ötödik olimpiádat, de ezért, szóval négy olimpia, az négy olimpia. Nagyon nehezen adja magát ez az ötödik, ugye már kaptam egy extra évet, már tavaly leköszöntem volna, ennek ellenére még itt voltam, még elindultam egy hazai rendezésű világbajnokságon, amit tényleg köszönhetünk mind a magyar államnak, a Magyar Judo Szövetségnek, a Nemzetközi Judo Szövetségnek, hogy mi rendezhettük a búcsú szimfóniámat, vagy a búcsú VB-met itt Budapesten. De így van, ma 18 órakor zárul a végleges kvalifikáció, itt döntenek nagyon sok mindenben Mr. Marius Wieser úr, a világszövetség elnöke, hogy esetleg ki az, aki megérdemli még, vagy ott volt a meccsén, vagy valami nehezítette a készülését, és nem tudott esetleg annyi olimpiai pontot összehozni, hogy utazhasson Tokióra. Tényleg ez 18 óra után véglegesedik minden. Attila, budapesti VB, sőt, ne, kezdjük Kazanyon talán, hiszen ott alapoztad meg azt, amiért most tiszta szívből tudunk neked is gratulálni. Köszönöm. Zsebben van az olimpiai kvóta. Most már igen, kimondhatjuk, ugye még nem tették hivatalossá a súlycsoportoknak a ranglistáját, de nyilván azért számolgattunk már közvetlen ott a versenynek a helyszínén is, hogy ki és hogyan alakul az aktuális súlycsoportokban a mezőny. Úgyhogy valószínűsíthető volt már a világbajnokság előtt is, hogy innen nagyon nehéz kicsúszni. Én még úgy voltam vele, hogy várjuk meg azért ezt a világbajnokságot. Hát igen, nagyon sokan ugye tudják, hogy ez egy hosszú út volt, rengetegszer a padlóról kellett ugye fölállni, és nagyon boldog vagyok, hogy végre sikerült. Picit talán az egyik szemem sír, hogy vége lett ennek a kvalifikációnak most, főleg úgy, hogy a Miki itt a világbajnokságon, ahogy beszéltük is ezzel a hetedik helyjel, hát nem is tudom, szerintem erőn felül teljesített bőven. Élvezett volt végignézni a küzdelmeit és ott szurkolni neki, azt látni, hogy az egész csarnok neki üvölt és örjön. Voltak nekem is hasonló mérkőzéseim életem során, amikor azt mondja, hogy lehúzzák a függönyt, és nem hallok semmi más, csak egy morajlást körülöttem. Tehát el tudom képzelni, hogy mit élhetett át, illetve mi volt ott a szőnyegen belül. Úgyhogy ez miatt egy picit savanyú a számíze. Reménykedtem, illetve még ahogy te is reménykedsz, én is reménykedem benne, hogy valamiféle döntésből adódóan esetleg kaphat egy olyan szabad kártyát, amivel ő is jöhetne velem. Nem akarok tőletek a bíráskodásra vonatkozóan negatívumokat kicsikarni, de mégis neked személy szerint mi a véleményed? Nagyon sajnáltam a grúz elleni... A kérdést, hogyha akarod. Nem fogom. Nagyon sajnálom egyébként a grúz elleni mérkőzését, főleg egyébként a Mikinél. Az volt a négy közé. Igen, az volt a négy közé. Én azt gondolom, hogy egy ilyen mérkőzésbe így nem kellett volna belenyúlni, főleg úgy, hogy ahogy beleértek a hosszabbításba, azt lehetett látni, hogy a Miki egyre csak jön föl, a grúz pedig kezdett lemenni. Én azt gondoltam, hogy onnan már meg lehet fordítani a meccset. Voltak olyan pillanatok, amikor azt lehetett érezni, hogy talán most a Miki az aktívabb, lehetett volna a grúz versenyzőt inteni, de az, hogy a végén, és nem történt meg, és valahol 3-0 intés arányba hozták le a mérkőzést, ami szerintem abszolút nem tükrözi a valóságot. Úgyhogy én nagyon sajnáltam, illetve hát azt is, hogy tényleg egy ilyen eseménydús, egy ilyen mérkőzésbe, amiben tényleg mind a kettő beleadott mindent, és látszott, hogy teljesen elfogynak az erejükkel. Szerintem itt nem kellett volna intéssel, hanem hagyni őket kibontakozni, és esetleg egy dobással befejezni ezt a mérkőzést, mert úgy gondolom, hogy benne lett volna.
Az első fordulóban erőnyerő voltál, a másodikban végül is kikaptál, így nem tudtál most tovább lenni ezen a VB-n, de ahogy már beszéltük, a tokiói jegy az már a zsebben van. Egy talán nem annyira jó sikerült főpróba után, akkor várhatunk egy pazar előadást? Egyáltalán hogyan értékeled a VB-n jutott teljesítményedet? Azon dolgozom természetesen, illetve hát az elmúlt 6-7 hónap azért az eseménydús volt, rengeteg utaztunk, éppen a 100 kilósunkkal, Czérjenics Mikivel beszéltük, hogy mennyi helyen és edzőtáborban és versenyre jártunk, illetve hát ugye most ez a pandémia egy kicsit úgy felborította az egész menetrendet egy aktuális Grand Prix vagy Grand Slam versenyre, Grand Slam, bocsánat, mert az utóbbi időben csak Grand Slamre módosították a versenyeket. Itt azért előtte jó néhány nappal ki kellett utazni, teszteket csinálni, előtte kiutazás előtt kettő itthon, ott a megérkezésnél rögtön még egy, majd a mérlegelés előtt még egy, tehát minimum egy héttel verseny előtt már kint kellett lenni az aktuális versenyen. Úgyhogy ez azért utazásban, főleg, hogy a világnak különböző pontjain voltak a versenyek, mind a fogyasztás mellette az edzőtáborok, ez azért nagyon megterhelő volt. Sokan nagyon örülnek természetesen, hogy ez a 2+1 éves olimpiai kvalifikáció, ami iszonyatosan hosszú, így egy picit talán véget ért. Én, ahogy az előbb említettem, személy szerint annyira nem a Miki miatt, hiszen hogyha ilyen formát fogott volna ki, és tudott volna még ebből a formából egy-két versenyen ilyet csinálni, amit itt Budapesten, akkor szerintem nem kellene nagyon arról számolnunk, vagy azon számolgatnunk, hogy most kijutott, vagy nem jutott ki. Illetve hát a világbajnokságra visszatérve nekem sajnos nagyon sok mindenről nincsen beszámolnivalom. Ugye, ahogy mondtad, erőnyerőként kezdtem. Sajnos a sorsolásban belenyúltam éppen az aktuális olimpiai bajnokba. Igen, azt mondom, hogy is kellett volna, és ezt mondjuk is el, hogy nem akárki volt az ellenfeled. Igen, attól függetlenül, hogy az utóbbi időben nem mennek ki olyan nagyon jól a versenyzés, azért aki a judóhoz ért, és látja az apró momentumokat, részleteket a szőnyegen, hogy miket csinál, nagyon extra klasszis a dolgokat tud művelni, eredménytől függetlenül. Úgyhogy nem azt mondanám, hogy féltem a mérkőzéstől, tudtam, arra voltam felkészülve, hogy ez egy nagyon, nagyon kemény meccs lesz, egy kiélezett mérkőzés kettőnk között. Azt sajnálom, hogy talán az első mérkőzésen kellett rögtön meccselnem vele. Az a taktika, amit magamban elképzeltem, az egy picit fölborult ott, hogy a negyedik perc után nem igazán éreztem azt, hogy elfárad. És ezzel talán egy picit meglepett, hogyha esetleg a második fordulóban találkozunk, és már meccsel egyet, akkor lehet, hogy egy picit lejjebb megy a teljesítmény, és akkor talán már mondjuk esetleg a hosszabbításban jobban ki tud jönni a számomra az állóképességi munka. Ebben bíztam, sajnos nem úgy jött össze, illetve elkövettem egy hibát. Volt egy szabálytalan fogás, én inkább próbáltam mutatni a bírónak, hogy szabálytalanul fog az orosz, és hát sajnos kisétáltam a szőnyegről, ami a judóban nem fér bele, legközelebb meg erre is oda kell figyelnem. Legyen ilyen ez a főpróba, amilyen, vissza is szívom, hogy nem jó főpróba, szóval ez egy jó főpróba volt, és legyen egy még jobb előadás. Még jobb forma. És még jobb forma. Hát van még néhány hét azért Tokióig. Miki, visszatérve rád és a múlt hétre, volt búcsúztatásban is, vagy nem tudom, köszöntésben is részed, nem is akármilyenben? Hát nagyon sokszor elmondtam, nem csak a múlt héten, már hónapokkal ezelőtt bennem volt nagyon sok olyan dolog az elmúlt 3 évtized talán, hogy visszagondoltam, úgy éreztem, hogy hamarosan tényleg becsukódik most már ez a könyv, ez a karrier, véget ér minden egyszer, és sokat nosztalgiáztam, de hál' Istennek Linát Ágotának köszönhetően egy sportpszichológusom és Kovács László, egy ilyen szellemi jóga oktató barát segítségével mindig azt mondta, hogy élj a mába, carpe diem, ne gondolj se vissza, se előre túlságosan, és egy picit átzökkentett, tudtam újra megújulni, vidám lenni, közösségorientált lenni. Nagyon sokszor belefeledkeztem magam, és csak az zakatolt az anyba, hogy mi volt. A múlton rágódtam, de akár egy edzésen is, akár Bíró Tamással, akinek köszönöm ezúton is ezt a 30 évet, vagy tényleg több mint 30 évet, vagy a városnak, vagy azoknak a
embereknek, akik meglátták ebbe a ceglédi gyerekbe a lehetőséget. Hát tényleg ilyen nagyon-nagyon érzelmi hullámon voltunk, nem csak én azt gondolom, rengeteg telefont kaptam barátoktól, volt, aki tényleg kint személyesen elsírta vagy megkönnyezte, és hát köszönöm elsősorban IGF-nek, a Máriusz Vizen úrnak, hogy egy ilyen fantasztikus búcsúztatót rendezett nekem világbajnokság tekintetén, és hát a magyar válogatottat tényleg együttes erővel, mondom, ha ilyen csapattal megyünk neki a következő versenynek, akkor nem lehet, vagy nem kellene, hogy bajunk legyen. Hát jó érzésre töltötte tényleg mindez a kis videó, amit bejátszottak, tényleg mindaz, hogy tényleg az összes magyar válogatott, az indulók ott álltak mögöttem a dobogón. És hát ugye egy olyan fantasztikus kis Jigoro Kano szobrot kaptam, ami benne van tényleg a 30 év. Kicsit ilyen vegyes érzelmek, mert amikor ránézek, azt látom benne, hogy mi volt a judóban, de valahol tényleg az a lezárás elismerése. Szóval nem, ezt se tudom még helyén kezelni, nem tudom, hogy hová tegyem az olimpiai ezüstérem mellé, valami más polcot keresek neki. Most, amikor így belegondolok, oly sok film zajlik, meg játszódik le a fejembe, tényleg több mint 30 év EB-k, VB-k, olimpiák, és hát ugye egy olyan kapaszkodó, amit sokszor úgy példázott, mint hogy 40 év után kijön valaki a börtönből és a társadalomba, bele kell, hogy illeszkedjen. Nyilván nekem nem ilyen téren és ennyire komoly, mert van rengeteg hobbim, rengeteg lehetőségem, itt a család, és itt élek, de ennek ellenére mégis egy picit olyan érzés, hogy az a kapaszkodó, az az ugródeszka, ami volt mindig, hogy tudatosan tudjuk, hogy most EB van, most VB van, és most egy olimpiai cikluson készülünk, most ez a mankó, vagy hogy kiesni látszik, vagy úgy elhagytam, és ez volt bennem mindig, ez foglalkozott, hogy mi lesz majd ezután, holott tényleg itt a nagybetűs élet. Most már tudok magamra is egy kis időt szánni, mert nagyon sokszor fogalmaztam, úgyhogy éltem 9 évet, aztán judoztam 31-2-t, és most vagyok itt, szóval most bízom benne, tényleg becsukódik ez az ajtó, és kinyílik másik kettő. Belegondoltál abban, hogy a következő hónapok, vagy mondjuk a következő egy év mivel fog telni? Ahogy mondtam először, nem, de hazudnék, ha azt mondom, hogy nem, hát nagyon sokszor álmatlan éjszakáim voltak. Ez a korbajnak is kicsit nehézkes volt, mert már volt, hogy 4 órakor, fél 5-kor, 5-kor már. Mondtam, hát mit csinálsz, megint instázom, mondom, bocs, akkor dugtam el, mert pont beugrott egy hang. Nem tudtam aludni, ezek a élmények, emlékek zakatoltak mindig a fejem, és akkor utána visszaaludtam, utána megint nem tudtam mit csinálni, és lefeküdtem volt, úgyhogy elég korán, ilyen 10 óra előtt, és mégis felkeltem 4, fél 5, 5, akkor kimentem a mosdóba, ott próbáltam valamit kezdeni magammal. És hát persze rengeteg, már kaptam egy-két felkérést, de ugye, ahogy a Vizer úr, a világszövetség elnöke is a búcsúztatomon elmondta, vagy elhangzott, hogy szeretne, hogyha a judó mellett maradnék, itt lenne szükségem vele, de hát mondhatom ezt a Magyar Judó Szövetségre, és ők is azt mondják, hogy bármilyen formában szeretnék, hogyha mindenképpen a judó. És hát magam is úgy vagyok vele, hogy nem tudnám elképzelni, azt gondolom, az életemet judó nélkül. Az eddigi judós pályafutásod is teljes és kerek és egész, és egy nagyon-nagyon pazar karrier. Én szeretném majd, hogyha egy fél év múlva, egy év múlva még így beszélgetnék, akkor hogy leülepedett minden, és akkor már félig civilként mondhatod, hogy azért a judó mellett maradt. Beszélgetnénk így a stúdióban. Mégis van olyan, hogy legkellemesebb, legkedvesebb emlék az elmúlt mennyi? 30 évből? Én tényleg csak hálával és köszönettel tartozok mind a sportomnak, mindazt, amit kaptam, azt a ismertséget, azt a barátságot, a kapcsolati tőkét, amit a sport által és ilyen magaslatokból bejárhattam. Nem emelnék ki, hogy igazándiból semmit, nyilván vannak olyan áttörő sikerek, mint egy Európa-bajnokság, VB, vagy esetleg az a bizonyos ezüstéremnek a sorsa az olimpián, de tényleg, hogy mondtad, hogy kerek, viszonylag igen, néhol tényleg egy picit ellaposodik, mert amikor a Tamással beszélgetjük, ő is azt mondja, hogy hát Tunikám, nagyon nagy judós vagy, és megtiszteltetés, hogy veled dolgozhattam, és hogy együtt voltunk ilyen hosszú évtizeden keresztül, éven át. Tényleg lehetett volna, de hát, ha a kezdő mondatnak igazándiból nincs jelentősége, tényleg benne volt akár több olimpiai érem, mert egyiket talán az én hibámból lehet ilyet mondani, hogy kitörték a kezemet most legutóbb Rióba. Athénban ott tényleg egy olyan vitatott akcióra nem adták meg a dobást, és le is szorítottam azt a bizonyos portugál srácot, ugye, az 2004-ben volt. Aztán volt a Peking, amikor tényleg a
világon is legjobbja voltam szinte, úgy érkeztem oda, és ott is volt egy ilyen vitatott csúdogi belenyúlás, de hagyjuk is ezeket. Azért mondom, hogy egy picit lehetne laposabb, de hogy azt is el szoktam mondani, ha becsukodna ez a könyv, és ez lenne rá, vagy született 80, élt haláláig, akkor is azt mondom, hogy tényleg kerek ez a sztori. Attila, te egy hosszú kényszerpihenő után álltál föl a padlóról. Ez egy hihetetlen lelkierőről tettél tanúbizonságot. Hogyan gondolsz vissza az elmúlt évekre, egyáltalán most pszichésen, fizikailag? Elsősorban pszichésen. Hogy vagy? Hogy érzed magad? Gyakorlatilag a nulláról kezdted hosszú-hosszú évek után, ismét nekiugrottál, és itt vagy, és olimpiai kvalifikáció hihetetlen. Igen, hát 2013-tól ugye akkor kaptam vissza a versenyengedélyemet, 11 után, és hát ebben a 13-tól egészen a napjainkig eltelt időszakban elég sok mindenem mentem keresztül, mentem át. Volt ebben nagyon sok jó is, nagyon sok rossz is. Volt, amikor azt mondtam, hogy tényleg, hát most már ennek nincs értelme, abba hagyom. Aztán utána valahogy mégis folytattam, sikerült elindultam egy versenyen, mert voltunk egy ilyen mondjuk egy nagyon hosszú keleti túrán, amiben benne volt egy kínai, egy koreai és egy japán verseny, és éppen együtt voltunk kint, amikor nem, a mai napig nem értem egyébként, hogy nem sikerült a szőnyegen, vagy a szőnyegre föltanálnom és küzdenem. Valahogy ez a judogi kontroll addig elhúzódott, hogy végül lemaradtam a saját mérkőzésemről, és hát az valahol ott betett nekem egy ilyen, behúzta a kéziféket, és akkor azt mondtam, hogy hát most már aztán tényleg nincs értelme, innen lejjebb aztán már tényleg nincs. És erre rá egy hétre végül is átmentünk Koreába, és ott, ha már kint voltam, akkor úgy voltam vele, hogy na, akkor elindulok itt Koreában, megnézzük, hogy mi történik, és erre érmes mérkőzésért mentem a nap legvégén. Igaz, csak 5. helyen zártam, de arra megint azt tudtam mondani, hogy na, ennek van értelme, akkor folytassuk. Úgyhogy mindig voltak ilyen kis kapaszkodók a karrierbe, ami miatt érdemes volt folytatni. Aztán 2017-ben sajnos megint volt egy kis törés, szétszakadt a térdem, ugye az egy nagyon hosszú rehabilitációt igényelt, az olimpiának, a olimpiai kvalifikációnak az első részében ott ki is maradtam. És tulajdonképpen többször álltál fel a padlóról. Ez kijelenthető. Voltak nehéz időszakok, de valahol mindig egy picit talán a motivációt abban találtam meg, hogy hallottam vissza olyan dolgokat, hogy rengeteget nem bíznak, mert hogy letettek éppen rólam, és talán szerintem ez segíthetett, tehát abba az irányba, hogy csak azért is, hogy csak megmutatod? Azért is, igen, és, hát, és megmutattad. Érdemes ezzel még azért foglalkozni, illetve hát a versenyeken attól függetlenül, hogy néha nem jött ki az eredmény, vagy nem mutatkozott meg éremben, azt éreztem, hogy igenis nekem van még itt keresni valami, és meg tudom mutatni, hogy képes vagyok a jó eredményre. Úgyhogy így utólag most visszagondolva abszolút nem bántam meg, hogy végig is végig jártam ezt a 8 évet. A következő hetek mivel telnek most? Következő hetek, most a héten van egy picit ilyen pihenősebb hét, de jövő héten már belevetjük magunkat direktbe az olimpiai felkészülésbe. Somorjára megyünk ki egy edzőtáborba, 5-6 napos edzőtábor. Aztán utána hazajövünk, lesz itthon néhány nap eltöltött kis időnk, és akkor megyünk tovább Horvátországba, Porecsbe egy edzőtáborba. És utána tulajdonképpen már meg is érkeztünk oda, hogy utazhatunk ki az olimpiára. Július 16-án, úgyhogy edzőtáborok, néhány nap itthon, a szokásos menetrend lehet mondani, hiszen az elmúlt időszakban tényleg erről volt szó, de ennek van itt az ideje, és most ezt kell csinálni. Én csak élvezni szeretném a felkészülést, a felkészülésnek minden percét. Boldogan szeretném igazából megcsinálni ezt a felkészülést, és úgy hozzáállni a munkához, hogy tényleg ez az eredményességemben, vagy a sikernek az egyik kulcsa, hogy a felkészülést jól megcsináljuk, és utána az olimpián egy külön versenyen
bármi megtörténhet. Annyira jó veletek beszélgetni, az embernek nincs is kedve abba hagyni, de gyakorlatilag letelt a mis időn, még egy kérdés, és nem akarok magánéletben vájkálni, de a Miki azt mondta, hogy portugál barátnő. És azt tudom, hogy tegnap meg kint voltatok a meccsen. Akkor tároltam ezzel? Nem tudom, hogy titok-e vagy nem, most már nem az. Viszont tegnap kint voltatok a meccsen, nem volt ebből afér? Foci meccsre gondolok a magyar-portugálra. Kettőnk között nem, inkább a Miki és közte volt egy kis... Igen? Volt egy kis fájt már a mérkőzést megkezdése előtt már mondtuk, hogy portugál, és egymás nyakának estünk a tribunál. Ugye persze ez csak idézőjelesen, de aztán tényleg lenyomott Szkanderbe, és ott kihirdettük a győztest. Tényleg emeltfővel jöttünk le, csak Portugália nyert ugye egy hármassal, de hát folytatás következik. Folytatása következik, és nagyon szépen köszönöm, köszönjük, hogy megtiszteltetek minket. Miki, rád is számítunk akkor a későbbiekben is. Attila, nagyon drukkolunk Tokióban, de még azért várjuk az esti végleges kvalifikációs sorrendet. Még egyszer köszönöm szépen, hogy nálunk eltöltöttél. Kedves nézők, ez volt a hosszabbítás. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!